Sziasztok! Oli vagyok, és itt egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játékhoz. Az e-havi kis összefoglaló videóm, hogy mikre jöttünk rá, milyen irányba érdemes elindulni esetleg, tehát különböző események, hogy mit történtek. Hát kezdjük is mindjárt ott a ereki dolgokkal, amit múltkori videómnak itt a végén volt egy ilyen erekés rész, hát én is egy kicsit utána néztem a dolognak, és találtam is egy nagyon jó videót rá. Majd ezt be fogom csatolni alulra, de a legjobb cuccokat itt most elmondom. A többit megnézzétek meg, csak angolul van, tehát itt most magyarul gyorsan elgagyogom, hogy miről van szó. Tehát az a lényeg, hogy nem Évánt, bocsánat, hanem Scavenger. Tehát azt jelenti, hogy miből lehet a legjobban egyes bordot csinálni, hármas bordot csinálni és négyes bordot csinálni. Ezek a legfontosabbak ugye a kezdők számára, mert ugye a hetes, meg a hatos, hetes, meg stb. Erekék, hát azok valaki olyanra gyűjt, hát akkor ahhoz ruházzon be. De estre ott is segít egy kicsit néhol a videó majd, amit becsatolok, de a legfontosabb alkatrészek ugye az 1-es, 3-as, 4-es, arról most mondok egy-két dolgot, tehát azt jelenti, hogy a light side-ba, hogyha bemegy az ember, és nem a hard-ba, ugye az ember egy idő után, miután normált kinyitja, általában a hard-ba szokott mászkálni, mert ugye ott vannak a különböző karaktereknek a sárgyai. Na most a normát, hogyha kicsit visszanézzük, akkor találunk itt egy ilyet, hogy az 1D nevű pozíción. Nézzük meg, hogy 1, 2, 5, 6 darab cucc van. Tehát sehol másutt az egész játékban nincsen olyan hely, ahol ennyi alkatrészt adna a játék. Ráadásul ez a MK1-es vacak, nem tudom, MK1 CEC Fusion Furnace. Na hát, most már mindenki tudja, hogy mire való ez. A lényeg az, hogy ebből hármat ad, és az a hülye helyzet, hogy ebből a vacakból 6 pontot ér az egyes cucchoz itt a beszélni már nem tudok, tehát bemegyek ide a javába a Scavengerbe, és akkor lejövök, és mindjárt mondja itt, hogy igen, tehát itt van ez a csoda, és látjuk, hogy 6 pontot ért. Tehát azt jelenti, hogy 3-asával adja, 6 energiába kerül, és rengeteget ad belőle, és 6 pontot ad. Tehát ez, hogyha ezt farmolja az ember pár napig, akkor egész jó lehet belőle Carbonite Circuit boardot gyűjteni. Jó, akkor nézzük a 3-asnak a trükkét, tehát azt jelenti, hogy van itt egy Chromium tranzisztor, ezt véletlenül egyébként az előző videóban meg is találtam. De azt mondja, hogy ha bejövünk a shipmentsbe, és lesz itt egy ilyen guild activity, na, ezen a helyen, tehát azt jelenti, hogy itt van ezen a pozíción, ezen meg ezen ilyen olcsó kis vacakok, és itt, ennél a baloldali cuccnál, szokott egy ilyen lenni, hogy MK7-es Blastec Weapon Mod. Na, ez a tuti. Tehát azt jelenti, hogy 150-be kerül, csak 5 darab belőle, és egyenként 300 pontot ad a 3-as Chromium tranzisztorhoz. Tehát azt jelenti, hogy ide lejön az ember, és akkor azt mondja, hogy itt van, tessék. Ez az a csoda, amiről beszélek, tehát MK7-es Blastec Weapon Mod 5 darabot ad 150 guild pontért, és akkor azt mondja, hogy 1500 pontot ki lehet kaparni, mert 33 darab ilyen Chromium tranzisztor. Hát ez egy őrület, tehát ez nem is értem. Jó, már gyorsan is konvertáljuk, tehát hogy köszönjük szépen, és akkor mindjárt ebből nem kell olyan sok, és akkor így gyakorlatilag, mit tudom, olyan 2-3 naponta szoktam egy olyan 5-öst látni, megveszem, és akkor tök jó, van annyi. Van annyi, amennyi kell ebből a cuccból. Na és akkor most jön a tuti, bocsánat, kijöttem itt a Scavengerből. A lényeg az, hogy itt jön a 4-es, tehát azt jelenti, hogy ez minden drága, ugye? Tehát, és ráadásul olyan cuccok, ami egyszerűen nagyon nehezen szerezhető, és
és farmolni kell, és nagyon nehezen adja a játék. Na hát erre is mutat egy kis trükköt ez a játék, és azt mondja, hogy nézzük meg, hogy van itt az MK3-as holoprojektor, vagy mi a csem. Tehát MK3-as holoprojektor Savage. Nagyszerű. És az a lényeg a dologba, hogy ezt a legolcsóbban, tehát ugyanabban a guild shopban, amiben megvettem ezt az MK7-es Blastec Project, vagy Blastec pittem, milyen weapon modot, ugyanabban lehet venni, ez a legolcsóbb ilyen drága cucc, hogy így fogalmazzak, és akkor az a lényeg, hogy itt van egy nagy trükk. Tehát azt mondja, hogy ezeknek az embereknek kell, én most átmegyek itt arra az emberre, akinek kell, és azt mondom, hogy hát ezt csináljuk össze egy ilyen nagy darab cuccát. Tehát azt jelenti, hogy ez egy ilyen 20 darabot összerakunk egy holoprojektorra. Értjük? Tehát ennyi, és akkor most visszamegyek. És akkor itt jön a trükk, hogyha megnézzük, akkor ez a holoprojektor 10 pontot ad. Tehát azt jelenti, hogy ha 20-ból csináltam egy ilyen nagy holoprojektort, akkor azt jelenti, hogy az 200 pontos értéke van, ugye? Tehát, hogyha most lejövök, és megnézem, és 500 pont. Tehát most mi történt? Egy 200 pontból csináltam egy 500 pontot. Azaz, előtte át kell konvertálni egy ilyen 20-as pakkás, köszönjük szépen, és nem 200 pont, hanem 500 pont. Tehát azt jelenti, hogy én ebből már 1000 darabot elkonvertáltam, és nem ebbe, hanem hogy simán ebbe a 4. Azért, tehát kidobtam úgy nagyjából abból az 1000 darabból 600-at, mert nem ismertem ezt a trükköt, tehát hogy konkrétan a 40%-ába kerül a cucc. Tehát azt jelenti, hogy benyomom, és 10, tessék, köszönjük szépen. Tehát ez egy vicc. Tehát ez egy őrült nagy trükk. Jó? Tehát konvertálom, igen, és akkor hopp, 10 darab ilyen. Audi, Aurodium, Heatsink, mit tudom, nem tudok olvasni, de semmi gond. Jó? Tehát azt jelenti, hogy előtte át kell konvertálni egy nagy pakká, és a nagy pak sokkal drágábban lehet eladni ebbe a shopba. Tehát egy hatalmas nagy trükk, mert óriási cuccokat meg lehet spórolni vele. Ráadásul ez még mind semmi. Na, tessék, megint kezd itt fagyni a játék nekem. Nem tudom, nem szereti a videó cuccomat. Na, a következő van még itt ez a kis trükk, amit megmutatok ebből. Ez az utolsó, de mondom, majd becsatolom a videót, tehát meg lehet nézni. Itt van ez a 9F, megint csak a light side normál dologban. Megszakadt a videó, hát folytassuk akkor tovább egy kicsit, tehát hogy melyikről van szó, hát van még itt egy hely, amit érdemes esetleg farmolni, ezt mutatja itt az a másik videó, amit majd becsatolok. A lényeg, hogy itt a normál, light side normál 9F, vagy micsoda, itt van egy ilyen bajonet, ez is jól jön a magasabb relikhez, ez a 8-as biotech is, és itt van a 3-as holoprojektor service, tehát azt jelenti, hogy ha ezt az embert farmolja, van 3 olyan cuccot kap, ami valahova jó az erekjéhez később, ráadásul itt is 5 darab cuccot kap az ember, igaz, hogy 10 energiapontért, de akkor is 5 darab cuccot kap, és közte ez az MK3-as cucc, tehát azt jelenti, hogy ebből aki kicsit kevésbé pénzzel játszik, mint én, mondhatni, még 0 pénzt tettem bele eddig, és nem is fogok többet. A lényeg, hogy ez itt egy nagyon fontos dolog, hogy a 4-es alkatrész ebből, tehát vagyis nem ebből, hanem ezt az összecsomagolt változatából a lehető legtöbb 4-es alkatrészt ki tudja szedni az ember. Jó, most, hogy ez megvan, akkor ennyit az erekért cuccról, akkor beszéljünk a másik dologról, ez pedig a Conquest, ugye? Tehát azt jelenti, hogy új hónap van, és megint egy új három hónapos ciklus kezdődik, tehát azt jelenti, hogy új eventek, új jutalmak, ugye? Tehát a Conquest teljesen megújult, és akkor, hogy miről szól ez az egész? Hát, amennyire látom, First Order is Resistance, tehát
őrült mennyiségű küldetés. Tehát a fő küldetések gyakorlatilag a First Order-ről, ráadásul a fő Kylo Ren-ről, meg a fő Rey-ről szól. Tehát azt jelenti, hogy mindenféle változatban. Ugye, még ez is arról szól, tehát azt mondja, hogy Kylo Ren unmasked ott, beszélni azt nem tudok, meg a veterán smuggler Han Solo is ugye a GL-hez kell, tehát ugyanúgy First Order, tehát mindenképpen First Order is Resistance-ról szól az egész főfit, oké, és gyakorlatilag még a szektoroknál is megjelentek. És akkor itt van egy ilyen kis trükk, bejövök itt a Sektor 3-ba, és megjelent az, amitől tartottam. Hát, tessék, inkvizítorokat kérnek. Tehát, nekem be van tervezve ez az inkvizítor dolog. Mindössze már csak szerintem olyan 2 évet kell rá várni, amíg lesz, úgyhogy nem sokára már majd tudom is használni őket, ugye. Szóval... Igen, nem elég, hogy eventet adtak nekik, de most még már ide is be kellett tenni őket. Hát, nyomni kell az embereket, hogy költsétek a pénzt. Borzasztó. Szóval. Jó, következő kis trükköcske, ugye? Tehát azt jelenti, bejövök ide a Sektor 2-be. És hát itt meg kell mondjam az őszintét, hogy ezzel a Sektor 2 bosszal meggyűlt a bajom. De rettenetesen. Mindenfélével próbálkoztam, hogy lenyomjam. Ez nem ment. Nem bírtam egyszerűen átjutni. Tehát és mi a probléma? Az, hogy ez azonnal tantol. És nem szabad megölni egészen addig, míg mindenki mást meg nem ölök. Hát és akkor mi lesz? Tehát most tantol, és akkor most akkor őt kell támadnom? Tehát van egy olyan lehetőség, hogy nem támadok. Van egy olyan gomb. És akkor de jó, és akkor meghalok. Tehát, hogy ez egy vicc volt, mindenfél éve próbálkoztam például Bounty Hunterekkel, hogy szépen nem ezt támadom, hanem mit tudom, például Boba Fett vagy Jango Fett képes más támadni, nem érdekli a taunt. Hát ez nem jött be, mert nem voltak elég erősek, nem ütöttek eleget. Akkor próbálkoztam ugye olyannal, hogy letiltani a tauntját. Hát ez se jött be. Végül öreg lükével sikerült leütni, egyszerűen annyira lemorzsolta őket, tehát azt jelenti, a öreg lükkel ugye nyomja azt, hogy ability block mindenkinek, a fiatal lüke meg mindenkit lefagyaszt, és akkor nem tudott tantolni, és szép lassan gyorsan leszedegettem a jó embereket, és sikerült megnyerni, ez a borzasztó, nem tudom, vagy tizedszerre, szóval. Nekem az jött be ugye a JML, tehát azzal meg lehetett csinálni, egyébként nem tudom mivel kell, tehát nem látom. De még ráadásul van egy dolga, hogy majd a 3-asba itt kapok egy ilyen Force Dyad nevű datadiszket, ezt még nem sikerült megszerezni, míg azzal vissza kell jönni, és azzal is nyerni kell. Jó, mi van még, ami fontos, bejövök ide. Megint ugyanaz van, hogy teljesen hülye datadiszkek vannak. Tehát az a bőség, ami az első egy évvel ezelőtt volt, hogy így fogalmazzak, az nincs. Megint, mit tudom én, behoztak egy-két olyan küldetést, igen, ami ilyen 4-es datadiszket ad. Méghozzá ez is, tehát megint van ilyen 2 küldetés, és ez az a Desi Katalizt, az, amire rámegy az összes mod, tehát ehhez vannak olyan modok kitalálva, amihez társítva nagyon durva, például mindjárt be is megyek, és megnézzük, hogy melyik, tehát azt jelenti, hogy van itt az inventory, igen, tehát azt jelenti, hogy lesz majd egy ilyen, hogy Ruthless Offense nevű dolog, tehát azt jelenti, hogyha valaki 100% health alá csökkenne, tehát hogyha megnézzük a Deadly Katalizt is azt mondja, hogy ha véletlenül 100% alá csökkenne a health, akkor nő az offense-em, na hát ez a Ruthless Offense is azt csinálja, hogyha 100% alá csökkenek, akkor 10%
offense-t kap. Ez a leggyengébb változat. Tehát valahol már szereztem egy erősebbet. Talán ez lesz az. Igen, tehát 13% a kettes. Jó, két csillagos, minden este kettőben van belőle. Úgy nő az offense, mint az állat. Ha egyszer sikerül valakit megsebezni, azonnal nő az offense, mint az állat. És még volt valami szerintem erre. Igen, tehát azt jelenti, hogy ha valaki 100% alá csökken, akkor még mindenki, az ő, minden lány kap 22% turnmétert, tehát még gyorsabban is jövök fel. Ezzel kombinálva ezt a deadly katalisztot, hát ez borzalmas, tehát ezt a kettőt kell szerintem megszerezni, és akkor egész jó modösszállítást lehet összeszedni ebbe, erre a 3 hónapra. Tehát annyira nem bíztak ennek a négyesnek a megszerzéséhez, hogy én még találkoztam vele valahol itt a 3-as szinten, igen, itt ezen a pozíción, tehát azt jelenti, hogy ha az ember amikor átjut a kis réjen, akkor fölül kell elindulni, tehát végig a rozsdán, és akkor azt jelenti, hogy itt fölajánlja. Tehát ha azt jelenti, hogy valakinek nincsen meg a Unmasked Kylo-ja, vagy a veterán Han Solo-ja, akkor itt meg lehet szerezni ezt a 4-es datadiszket, amit ott felajánlana. Tehát azt jelenti, hogy nem bízták a véletlenre, tehát még itt is meg lehet szerezni. Gondolom mindenkinek itt ezt automatikusan beteszik. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából ennyit akartam. Ja, annyi még, hogy új jutalmak is vannak, tehát nem csak új feat-ek vannak, hanem új jutalmak is vannak. Az új jutalom, ez a Ben Solo, állítólag a Ray-jel fog nagyon jól összeműködni. Azt hiszem ennyi volt a hírek, erre a hónapra, hát remélem segítettem valakinek is, hát mindenkinek jó játékot.